A Colorfond célja segíteni a helyi vállalkozások megújulását, működési és energetikai célú hatékonyságának javítását. A pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő cégek vagy egyéni vállalkozások 2024ben is vissza nem támogatáshoz juthatnak Kazincbarcika város önkormányzatától. Az elmúlt hónapokban a város vezetése sorra járta a tavalyi pályázat nyertes mikro- és kisvállalkozóit, hogy személyesen tekintsék meg, mire fordították a helyi cégek az önkormányzati támogatást. Ez a gép tudja a klasszikus fogozott kulcsokat, ezzel lehet a két tollú kulcsokat másolni, az egy régebbi zártípus, ez is a fogozott kulcsokat tudja készíteni. Jaskó Tamás, a Stop 2000 BT vezetője még januárban mutatta be ezt az eszközt, amelyet a Colorfond pályázat 2 millió forintos támogatásának segítségével tudott beszerezni. Nagyon jó volt a pályázat, önerőből ezt nehéz lett volna előteremteni. Tehát ez két és fél millió forint volt az induló csomag, amit megvásároltunk. Az, hogy most ezt saját erőből tudjuk finanszírozni, a per nem volt lehetőségünk. Ezt pedig egy februári városvezetői látogatás alkalmával nyilatkozta televízióknak a Humán Kft. tulajdonos ügyvezetője. Példájuk mutatja, hogy a Color Fund olyan támogatási lehetőséget nyújt a helyi mikro- és kisvállalkozások számára, amelyel új szolgáltatást tudnak indítani vagy fejleszteni azokat. A Colorfund idei felhívása pedig napokon belül hivatalosan is megjelenik. A 2024-es pályázat már tartalmazza azokat az apró módosításokat, finomításokat, amelyek az elmúlt időszak tapasztalatait is figyelembe veszik. A, a pályázási intenzitás is gyakorlatilag az elmúlt időszakban azért felfokozott volt, hiszen ott egy egy már meglévő összeget gyakorlatilag majdnem dupláznunk kellett mint pályázati összeg. Meglátjuk, hogy most ennek a, a következő kiírás mennyire lesz sikeres, mennyire fognak pályázni, és akkor ahhoz képest maga a képviselőtestületünk tud dönteni, hogy a meglévő keretet bővíti-e és minél több mikro- és kisvállalkozást fog támogatni. Megvárjuk először a pályázatokat, ahol, ahol remélem, hogy minél többen fognak jelentkezni. A hamarosan megjelenő felhívásra Kazincz-Barcika város önkormányzata elsősorban azokat a mikro- és kisvállalkozásokat várja, akik eddig még nem pályáztak anyagaikról egy független bizottság dönt majd. A pályázatok leadási határideje május 31-e.